Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, szentjeid áldjanak, hirdessék országod dicsőségét és hatalmadról beszéljenek. A 144. Zsoltár 11. verse ez, amelyet a mai ünnepen, a közösség védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén imádkozunk. Benne elismerjük Isten fölségét, nagyságát és hatalmát. Valljuk, ez az isteni hatalom, szent hatalom. Ünnepel szentünk, Szent László, ahogyan a kezdőinekben énekeltük, kitűnt a hit védelmében és megtartásában. Egy egyházközségi búcsünnep mindig alkalom arra, hogy a magunk egyéni hitében erősödjünk. Benne kérdésekre keresünk választ. Milyen az én hitem, mi az én egyéni, személyes hitemnek tartalma? Mit vallok erről, hogyan képviselem? És amikor ezekre a kérdésekre választ tudok fogalmazni, akkor egyre inkább tisztább az én küldetésem és az én feladatom ebben a világban. A mai szentmisét mindenek előtt a hála és a köszönet szándékában ajánlom fel ezért a részegyház közösségért. Elhozzuk egyéni ima szándékainkat, kéréseinket, ezt kiegészíteném még egy nagyon fontos ima szándékkal. Ezt a szentmisét az engesztelés szándékával szeretném veletek együtt felajánlani az ebben a hónapban elhunyt Gyömrei Erzsébet, Georg édesanyja lelke üdvéért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Isten. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ne add, Jézus, Uram, önmagad! Ne add!
segíts! Könyörögünk. Istenünk, Te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt. Érdemeiért és közbenjárására őrizd meg minket minden rossztól, és vezess el a boldog örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat. A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat, feltárja előtte Isten országát, és megtanítja a szentek tudományára. Megáldja munkáját, és gazdagon megjutalmazza a fáradozását. Oltalmazza őt az ármánykodóktól, akik kifosztanák. Bőséget ad neki. Megvédi ellenségeitől, megoldalmazza üldözőitől. Kemény harcaiban neki juttatja a győzelmet, hogy belássa, mennyivel hatalmasabb a bölcsesség mindennél. A bölcsesség nem hagyja el az igazat akkor sem, ha elárulják, hanem megszabadítja a gonoszoktól. Elkíséri a börtönbe, vele marad a bilincsekben is. Végül uralomra segíti, és oltalmat nyújt neki zsarnok elnyomóival szemben. Kimutatja azok álnokságát, akik őt gyalázták, neki pedig örök hírnevet ad a mi Istenünk. Ez az Isten igéje. Thank you.
cikke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, ti mindenben kitűntök, a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgolkodásban és az irántunk táplált szeretetben. Tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is, hiszen ismeritek, Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek, szegény lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így a javak kiegyenlítődjenek. Az írásban is ez áll, aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és a legfőbb parancsolat. A második, hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi. Foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett testvérek, ahogyan a szentmise bevezetőjében jellemeztem és jeleztem, a közösség búcsú ünnepe mindig kiváló alkalom abban, hogy egyéni hitünket, annak tartalmát vizsgáljuk. Másrészt pedig
Ezen túlmenően nyilvánvaló, hogy van egy megerősítési szándéka, hogy én egyénileg mindabban, amit vallok, képviselek életemmel, hivatásommal kapcsolatosan, jó úton járok. És hogy ebben a felismerésben senki és semmi nem tántoríthat el. Mert az az ember, aki rátalál élethivatására, aki a rátalált élethivatásban megtalálja önmaga belső békéjét, harmóniáját, az egy végtelen boldogság érzettel ajándékozza meg őt, és abban őt már nem lehet eltántorítani, függetlenül másoktól. A mai ünnepen, Szent László királyunk ünnepén magyarként hálát adunk a Jóistennek, Szent királyunkért, Szent Lászlóért. Meghajlunk előtte, oltalmát kérjük, és próbáljuk jelezni, mint egy kérni, hogy jó lenne, ha lenne közünk hozzá. Itt, Németországban, ebben a térségben, Baden-Württembergben, ahol magyarként éljük meg hitünket és nemzeti identitásunkat. 1095-öt írtak, amikor viszályokkal és nehézségekkel teli tüzdelt évben meghal Szent László. A hagyomány szerint 50-51 esztendős volt. És az egyház, amikor szemléli az ő életművét, a tényeket, amelyek 5 évtized után hátra maradnak, akkor az első, amit meg kell, hogy jegyezzen, az nem más, mint maga a csodálat. Hogyan volt ehhez ereje? Honnan vette a bátorságot? Mert borzalmasan nehéz, történelmi időben kellett kiállni a hitében, és vezetőként vállalni azt a fajta küldetést ellenszélben, amely egyáltalán nem volt könnyű. De megvolt benne az a fajta készség, hogy felül emelkedett. A mindennapok nemtelen, arctalan harcán, mert hogy egészen világos volt számára a cél, maga a küldetés, hogy mi az ő feladata. És amikor mindezt gondolatként veletek is megosztom, akkor ne feledjük el, mindannyian a magunk helyén vezetők vagyunk. Van egyfajta szolgálatunk, amire igent mondtunk. És nekünk abban a szolgálatban maximálisan hűségesnek és következetesnek kell lenni. Családanyaként, családapaként, lelkipásztorként, egy értelmiségiként, munkás emberként. Azon az úton, amely a magunk útja, végig kell mennünk. Függetlenül attól, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzánk? Mert a magunk lelkiismeretében kell számot adnunk a mi hitünkről, feladatunkról, munkánkról, küldetésünkről. Hogyan volt mindehhez ereje Szent Lászlónak 18 esztendő uralkodása ideje alatt csata csatát követett, háború háborút követett, és ugyanakkor ott volt az egyházmegyék alapításának nagy szándéka, a kolostor alapítás, tárgyalások, mégpedig sikeres tárgyalások és olykor sikertelen tárgyalások. Az ország ügyeinek a rendbetétele, mert ez az ő feladata volt, nem ruházhatta át másra.
özvegyen marad. Jönnek az egyéni családi drámák, tragédiák, és ezek nem tántorítják el őt küldetésétől, hivatásától. Másodszorra is megnősül. És utána a nép emlékezetében, mert hogy ez a legfontosabb, az marad meg, hogy jámbor volt, hogy kegyes volt, hogy igazságos volt. Mert miközben járta a maga útját, mondhatnánk kálváriáját, azért oda kellett figyelnie emberi önérzetére, mert hogy minden ember számára, számára is, számunkra is, ez az alapvető fontos. Itt Németországban van egy gyakran használt kifejezés, az Augenhöhe, szemmagasság. Itt nem csak arról van szó, hogy egy szinten találkozik tekintetünk, hanem az van benne, hogy találkozik tekintetünk. És amikor találkozik tekintetünk, én nem tudom, hogy a másik tekintetében mi van. Nem tudom annak sem mélységét, sem őszintességét, sem tisztaságát. Egyet tudok, hogy milyen az én szememnek tekintete. Hogy az mennyire őszinte, mennyire tiszta, mennyire mély. Számomra is az a fontos, mint ünnepelt szentünk, Szent László király számára, hogy minden küzdelem, az élet mindennapi küzdelmeire gondolok, minden küzdelem mellett őrizzük meg jámborságunkat, kegyességünket és igazságosságunkat. Szent Lászlónál tudatosítanunk kell azt is, hogy az ő édesanyja, lengyel királylány, akit Béla, az Árpádházi királyfi azért vesz feleségül, mert a magyar történelemben éppen akkor viharos idők álltak. És ilyenkor jó tudni azt, hogy kire számíthatok. Ki az, aki elfogad? Ki az, aki mellém áll? László király esetében ott voltak a gonosz szándékúak is, akik bizonyos értelemben életére törtek, akik nem tartottak vele a közös úton. És nagyon érdekes, László király mindezzel nem törődik, nem foglalkozik, megy a maga útján. Van egy nagyon kedves legenda, minden bizonnyal ismeritek, amelyet jegyeznek az ő életével kapcsolatosan. 22 esztendős, egészen fiatal, és a 22 esztendősre jellemző tulajdonságok benne is megvannak. A hevesség, adott esetben az indulat, de ugyanakkor a mély igazságérzet, a mindent odaadni akarás szándéka. Övé az ország keleti része Erdély, és amikor betörnek a kúnok, akkor látja, hogy a kún csapatnak az egyik főembere, a lován, egy magyar lányt, egy parasztlányt elrabol. Nem kezd el gondolkodni, töprengeni, ki ez, honnan jött, mert megszólal az ő lelkiismerete. És tudja, itt és most, ebben a pillanatban cselekednie kell. Lovára pattan. Utána ered az elrabolt lánynak, megharcol érte, és nem azt nézi, ki ő, honnan jön, érdemes-e kockáztatni a magam testi épségét, életét.
A nép ezt érezte meg benne. Valaki, akinek mindenki egyformán fontos. Aki felelősnek érzi saját magát a másikért. És ez is egy olyan gondolat, amit most szeretnék veletek megosztani, hogy erősítsen bennünket is egyénileg. Amikor én valamiért, valakiért, egy ügyért felelősnek érzem magam, akkor nekem kutya kötelességem azt az ügyet képviselnem. A magam igazságérzetében, a magam hűségében, a magam elkötelezettségében. Az első olvasmányban, a bölcsesség könyvéből hallottuk a gyönyörű részletet, amelyben az ószövetségi bölcs, mint a könyvnek a szerzője, abban bátorít bennünket, hogy az Úr a hívő embernek megmutatja az igaz utat. Ne te keresd az igaz utat. Te járulj az Úr elé, hitben, hűségben, vallásosságban. Az Úr az, aki megáldja munkáját, és gazdagon megjutalmazza fáradozását. Mert az Úrért teszi, amit tesz. Oltalmazza őt az ármánykodóktól, akik kifosztanák őt. Emberi életünkhöz hozzátartozik sajnos az is, hogy sok nemtelen és embertelen játéknak vagyunk szemtanúi. Gondoljatok csak jelen világunk politikai helyzetére. És természetesen nem kívánok ebben tovább lépni. Nem kívánok ebben állást foglalni. De azt tudom, hogy nekem erről van határozott véleményem. És azt tudom, és ez az én felelősségem, ugyanúgy, mint a tietek is, hogy itt és ekkor ebben mit kell tennem. Vonatkozik ez mindannyiunk egyéni életére, egyéni élethivatására. A bölcsesség nem hagyja el az igazat, akkor sem, ha elárulják, hanem megszabadítja a gonosztól. És ez a mondat egy nagyon fontos igazságot sugalmaz mindannyiunknak. Ha úgy érzed, kihasználnak. Ha úgy érzed, méltatlanul bánnak veled, ne keresd saját magad az igazságszolgáltatást, csak vidd ügyedet az Úr elé. És ő majd megvéd téged, bölcsességgel ajándékoz meg téged, akkor is, ha elárulnak, és megszabadít a gonosztól. Elkíséri a börtönbe, vele marad a bilincsekben is. Végül pedig uralomra segíti. És ez az igazán fontos, hiszen hívő keresztény emberként valljuk, ami életünk az üdvösség útján eljutni Isten örök szeretetébe. A mai évközi 13. vasárnapon az evangéliumi rész éppen erről szól, de lévén, hogy itt Szent László királyunkra emlékezünk, róla majd a délutáni Reutlingeni elmélkedésemben fogok szólni erről a gyönyörű evangéliumi részről. És végül lezáró gondolatként a sokszor idézett evangéliumi részt, és ma felolvasott szentírási részt hoznám ide. A farizeusok meghallják, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűlnek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést teszi fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Érdekes ez a szentírási rész, mert hogy nem csak az a fajta csapda,
szerepel benne, amelyet az Úr Jézus számára készítenek alattom a szándékban, hanem ott van minden embernek sorsa is adott esetben. És éppen azt tanulhatjuk meg ebből a gyönyörű szentírási történetből, hogy Jézus hogyan válaszol. Nem foglalkozik a vádakkal, az ő személyét érő sérelmekkel, hanem elmondja nekik az örök tanítást, azt, amelyet ők is nagyon jól tudnak. Egy parancs van, a szeretet parancsa. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Szeresd fele barátodat, úgy, mint önmagadat. És erről adunk számot. Milyen az én szeretetem? Mi motiválja az én szeretetemet? Életemről ennek fényében adok majd számot. Abban a hitben, amelyet ünnepel szentünkben, Szent László királyban csodálunk a mai ünnepen. Amen. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket, hiszek egy Istenben. Testvéreim, kérjük a mindenható Istent, hogy Szent László közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Add, Urunk, hogy hazánk főpásztorai és papjai Szent László király bölcsességével vezessék hívő népedet. Áld meg, Urunk, népünk áldozatos munkáját, amint segítetted Szent László királyt hősi küzdelmeiben. Oltalmazd, Urunk, egyházközségünket minden veszedelemtől Szent László királyunk égi pártfogása alatt. Add meg, Urunk, hogy férfi híveink Szent László királyban lássák meg az erős hitű, Istenben bízó ember eszményképét. Hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy betegeink csodatevő szentednek közbenjárására gyógyulást nyerjenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, aki Szent László királyban a hitbajnokát és a csodát érdemlő bizalom példáját adtad nekünk, engedd, hogy a hitben és a reményben mi is az ő nyomdokain járjunk, Krisztus a mi Urunk által. Oh,
Imádkozzunk együtt, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mindenható Istenünk, felajánljuk jóságodnak engesztelő adományainkat. Kérünk, fogadd el azok a Szent László király érdemeiért és közben járására, és árazd ránk áldásodat Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos idő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anyaszentegyházat újra meg újra új erővel gazdagítod, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. S hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságot mindenkor kérve. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a szentekkel együtt Urunknak vallunk téged, és egy szívvel énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd be rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörtem, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek,
és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk együtt úgy, ahogyan üdvözítünk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolainak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg a teljes egységet. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És engesztelődjetek ki szívből egymással. Thank you.
az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjél, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
örvendenek és ujjonganak az igazak Isten színe előtt, vígadoznak örömükben. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségünk szentségét, alázatosan kérjük jóságodat. Ne vonj meg tőlünk jelen életünkben segítségedet, és Szent László király közbenjárására add, hogy elnyerjük az örök boldogságot Krisztus, a mi Urunk által. Áldás előtt néhány gondolat, néhány hirdetnivaló. Először is hála és köszönet a jóságos Istennek, hogy mai búcsú ünnepünket megélhettük, együtt lehettünk. Köszönöm szépen a kórus tagjainak a szíves közreműködését, hogy szépé tették liturgiánkat. És hogyha már itt tartok, akkor engedjétek meg, hogy megköszönjem Majoros Attilának és családjának is a jelenlétét. Majoros Attiláról és kedves feleségéről jó tudni azt, hogy az erdélyi magyar, vagy az erdélyi Mária Rádiónak a szerkesztője. Nagyvárad mellett élnek néhány kilométerre, szülőként 4 gyermeket nevelnek, és péntek este a szentmisében néhány napot itt töltenek a családjukkal együtt, a mi közösségünk befogadta őket, élvezik vendégszeretetünket, ma aztán utaznak még tovább baráti látogatóba, aztán tovább Párizsba, a gyerekek nagy álmok oda is eljussanak, nagyszerű dolog. Itt a foci elvét is élvezték, a Mercedes Múzeumot, minden egyebet. A lényeg az, hogy Attila, mint műsor szerkesztő, bemondó, ifjúság énekeket is örömmel szívesen énekel. Nagyon aktív, családjával együtt ott Nagyváradon és környékén. Mi is még annak idején, az én Szatmár Németi lelkipásztori szolgálatom ide alatt ismerkedtünk meg és dolgoztunk együtt. És ilyen értelemben részemről nagyon nagy köszönet, hogy valamit visszacsepegtethetek azért a sok-sok szeretetért és jóságért, amit annak idején kaptam tőletek. Különösképpen azért az 50 napért, amikor Budapesten 2017-ben kórházban voltam élet-halál között, és jól eső érzés volt tudnom azt, hogy a Mária Rádió híveinek segítségével minden nap egy rózsafűzért értem, elimádkoztatok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a fajta ima hadjáratot is, amely nyilván barátságunk megpecsételése is volt, akkor és azóta is. Július hónappal, ugyanúgy, mint korábban, illetve augusztus hónappal a csendesebb időszak veszi kezdetét az egyházközség életében. Még július hónapban van most 2 találkozási lehetőségünk. Jövő vasárnap 7-én a Bérenzénél elment a kérés e-mailben, közben cím megváltozott, minden egyéb. Máshová szerettünk volna menni a családi nappal, de nem volt lehetséges sehol sem. Ezt túl későn ébredtünk, úgyhogy marad a Bérenzé, remény szerint ott meg tudjuk tartani családi napunkat jövő hét vasárnapján 9:30-tól. Aztán pedig július 20-án Sájerbe fogunk ellátogatni, ahol a hagyomány szerint Szent István király és Boldog Gizella eljegyezték egymást. A Heidelheimi közösség részéről jött a felajánlás, mint gondolat, hogy oda menjünk el, megnézzük, hogy hogyan tudunk minden közösségből kis autókkal, mikrobuszokkal eljutni, ezen fogunk dolgozni az elkövetkező napokon. Augusztus hónapban végig szabadságon vagyok, úgyhogy bárhol, bármilyen jellegű esemény van, akkor nagyon szépen megkérlek benneteket, hogy a helyi német közösséghez forduljatok. Nekem is szükségem van egy kis pihenésre, annál is inkább, mert ez a nyár nagyon gazdag ünnepi programokat tartogat számomra. Egyrészt 45 éves érettségi találkozom lesz, és 45 esztendeje van annak, hogy én a katolikus egyház elkötelezett tagja lettem, hiszen a sikeres érettségit követően a gyulafehérvári teológiára jelentkeztem azért, hogyha megnézitek,
honlapunkon az évközi 13. vasárnapnak olvasmányait, akkor a nyitó kép Gyulafehérváron készült kép, ott a Gyulafehérvári Székesegyház mellette az ortodox templom, hiszen püspökség is Gyulafehérvár, amely mintegy jelzi számomra, hogy ne feledjem azt a 6 esztendőt, amit ott töltöttem, ahol a hitnek alapjait mélyítettem, és kaptam azt a fajta muníciót, amit aztán későbbiekben lelkipásztorként én már 38 éve képviselek és magammal viszek papi életemben. A júliusi hónappal kapcsolatosan, pontosabban a jövő héttel kapcsolatosan van még egy fontos gondolatom, vagy üzennivalóm, nevezetesen az, hogy hála Jóistennek, ahogyan tegnap Esperes úr is elmondta a találkozónk alkalmával, a héten érkezik dr. Szakos József atya Tájvánból, aki 67 esztendős, most vonul nyugállományba, de úgy határozott, ez az ő egyéni döntése volt, hogy jönne egy kicsit közelebb Európába, és felajánlaná lelkipásztori szolgálatát egy magyar misszió számára itt Nyugat-Európában. Bennünket nézett ki magának, és szerda reggel érkezik repülőgéppel Frankfurtba, majd IC-vel ide Stuttgartba, és szerda délután 4:30-kor Winterhöller úr fogad bennünket, ő felel az anyanyelvű lelkipásztori közösségekért. Elindul egy tárgyalási folyamat, és bízunk és reménykedünk abban, hogy kölcsönösen meg tudnak egyezni, állapodni, úgy, ahogyan a tegnap Esperes úr is elmondta, és valamikor vagy az ősz folyamán, vagy néhány hónappal későbben elkezdheti áldásos lelkipásztori munkáját egyházközségünkben. Őszintén szívből kívánunk, hogy mindez valóban sikeres legyen, hiszen 4 esztendeje most már, hogy ezt a fajta szolgálatot itt ebben a nagy egyházközségben, a 15 részegyházközösség jelenlétében egymagam végeztem, és nyilván, hogy mindenkinek megvannak a maga határai, így nekem is valamilyen segítségre, állandó segítségre szükség van. Imádkozzunk, hogy ez a fajta tárgyalás, ez eredményes és sikeres legyen, utána még atyának lakást kell biztosítani, rengeteg feladat van, a júliusi hónap erről fog majd szólni, és bízunk benne, hogy hamarosan jelenthetjük, hogy mikor folytatjuk a szolgálatot, immár nem egymagam, hanem ketten. Minden más egyéb jellegű hírről majd később a megfelelő nyilvánossági fórumokon tájékoztatni foglak benneteket. Amennyiben nem találkoznánk a vakáció idejében, a nyár időszakában, kívánok mindenkinek áldásos és békés pihenést, feltöltődést, örömteli és boldog találkozásokat mindazokkal, akik számotokra, számunkra, életünkben nagyon fontos helyet foglalnak el, és remény szerint éppen erőben, egészségben szeptemberben találkozhatunk, és folytathatjuk közös útunkat. Most pedig a szentmise végeztével, miután elénekeljük himnuszainkat és az ifjúság éneket, a Mária, Mária szép virágszál, megkérem a kórus tagjait, hogy majd jöjjetek le, hogy áldozatok, szent áldozáshoz járuljatok. Többiekkel pedig kivonulunk, és reméljük, hogy nem kapunk akkora zuhét a nyakunkban, mint a tegnap esti foci meccsen, és még együtt maradhatunk az Ágápéban. Az Úr legyen veletek! És a tegyetek! Áldjon meg benneteket, mennyei Atyánk, és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, melynek Szent László király apostola volt népe körében. Jézus Krisztus, a mennyei Atya szeretett fia, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják és gondosan neveljék gyermekeiket a boldog jövő zálogát. Amen. A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén
velük együtt munkálkodjunk. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le reátok és maradjon veletek mindenkor. A Szent Mise véget ért, küldetéstek van, menjetek békével.
Amen.